Két hét után újra itt vagyunk, és meghallgathatjuk a miniszterelnöki szózatot, de ezúttal nem Budapestről, a miniszterelnök úr főhadiszállásáról, hanem az ellenség vonalai mögül Brüsszelből jelentkezik be a miniszterelnök úr. Ez itt a jó reggelt Orbán Viktor Magyarországgal, egyesek szerint tévesen ez a paraszt reggeli, de le kell szögezni, hogy Orbán Viktor nem paraszt. Orbán Viktor nem is proli. Akármennyire is nehéz ezt elfogadni, annak ellenére, hogy Orbán Viktor már a 80-as évek végén egy fekete dobozos interjúban kijelentette, hogy ő egy meglehetősen kultúra hiányos közegből származik, ennek ellenére ő értelmiségi. Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor a paraszti kultúrából semmit nem hordoz magába, ha csak nem a tokaszalonnát, a pörkölt szaftot és a pálinkát. De azért nem gondolom, hogy ennyiben merül neki a paraszti kultúra. A proli öntudat, hogy az mennyire van meg Orbán Viktorban? Hát öntudatos a kis latol, az biztos, főleg ha Brüsszelben jár, és nézzük is meg, hogy ezúttal mennyire volt öntudatos Brüsszelben. Ezen felül még volt egy tisztavatás, ahol nagyon érdekeseket mondott, és történt egy Build interjú is, ahol egy német újságíró nagyon-nagyon jókat kérdezett Orbán Viktortól. Kérdés, hogy ő miket válaszolt erre? Nagyon izgatott voltam ezzel a jó reggelt Orbán Viktor Magyarországgal, részsel kapcsolatban, mivel most a Wagner lázadás után, a turbulens geopolitikai események ködében nagyon kíváncsi voltam, hogy Orbán Viktor hogy látja a helyzetet, hogyan értékeli Putyinnak és Prigozsinnak a szerepét az egészben. Tele vagyok kérdőjelekkel, nagyon remélem, hogy Orbán Viktortól válaszokat fogok tudni kapni. Kapcsolunk Brüsszelbe, ahol Orbán Viktor véres. Csatákat és hatalmas küzdelmeket hajt végre a magyar nemzet érdekében. Das ist da. Guten Morgen, Herr Orbán mit Ungarn. Ja, etwas genau. Üdvözlöm Önöket, Jó reggelt, Orbán Viktor, Magyarországgal, Brüsszelből. Jó reggelt kívánok. az egészségére egy pár inkább. Abból az apropóból beszélgetünk itt, hogy most van az Európai Unió állami és kormányfőinek kétnapos csúcs találkozója, melynek több fontos témája is van. Az egyik legtöbb vitát kiváltó no. a ezek közül az Európai Bizottság költségvetési módosító javaslata, amely sok 100 milliárdos plusz befizetést várna el a tagállamoktól, és amelyel kapcsolatban a tegnapi videójában úgy fogalmazott, hogy csőd szélére sodorták az európályónak. de izgalmas kérdés, a, a Wagner pucs, pucs kísérlet után. Hová lett a pénz? Hol a pénz? ez tegnap este, hogy hová lett a pénz? Na, hol, lett a pénz? Ma reggel fogjuk ezt a kérdést föltenni. Tegnap, uh, pinap során és tegnap éjszaka uh, migrációs háború zajlott a tanácskozó teremben. Vannak, akik még mindig a kötözésen vannak. A, a kötözésem vannak. Itt most humorizálni próbált Orbán Viktor? Mert akkor elég jó volt, csak én itt elsőre mindig valami cinikus, valami gúnyos vagy Európa kritikus megjegyzésre számítok, el is felejtettem, hogy Orbán Viktornak milyen finom, szofisztikált humora van. Bár a migrációs csata is elég uh, intenzív volt, de igazából mindenki erre a... Migrációs a csata kit érdekel, amikor a Oroszországot majdnem megkucsolták? Uh, amikor elfogadtuk a 7 éves költségvetést, talán két éve, akkor megegyeztünk abban, hogy nem fogjuk módosítani. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy majd a felénél visszajön a bizottság, és azt mondja, hogy kérünk még pénzt. Ennek ellenére ez most mégis megtörtént, és ezért felik a kést. Fenik a kést, hogy aztán betöltsék a soros kolbást, ugye? Már pár perce megy a méltán ismert és népszerű, jó reggelt Orbán Viktor Magyarországgal, és nagyon érdekes, hogy még nem volt benne sorosozás. Pedig Brüsszelbe vannak, soros Gyuri bácsinak az egyik fő hadiszállásán. Ott van most Orbán Viktor, ahol a pókfész kell. Most lehet spekulálni azon, hogy miért történt ez az a hirtelen pucszerű roham. Na, Wagner végre? mindent, mint a elefánt a, az a Mi azzal hozzuk ezt összefüggésbe, hogy váltás történt a soros birodalomnak az élén. Ugye a migráció legnagyobb támogatója az a sorosféle birodalom ugye ott egy őrségváltás ja. történt. Én már azt hittem, hogy itt rátérünk az oroszországi eseményekre, de helyett a standard migráció soros Gyuri bácsi is dumáját kezdte Orbán Viktor, és azt mondja, hogy az európai migrációért nyilvánvalóan soros Gyuri bácsi a fő felelős. Az ő networkjai, az ő hálózatán keresztül érkezik minden migráns, de ha tanítójára, gazdájára és ideológiai partnerére Vladimir Putyinra kicsit jobban figyelne, akkor talán leeshetett volna neki az, hogy az európai migrációért nagyban felelős maga Vladimir Putyin személyesen. Ugyanis az, ami Vladimir Putyin számára beismerhetetlen volt, és tíz éven keresztül bőszen tagadott, az, hogy a Wagner csoport, ez a magánhadsereg, ez orosz állami pénzből működne, ezt most ő a saját szájával beismerte. Elismerte ugyanis a Wagner lázadás után néhány nappal, hogy a Wagner csoportnak, ennek a paramilitáris szervezetnek az első rubeltől az utolsó rubelig mind az orosz állam biztosította. A Wagner csoportról fogok egy külön videót is csinálni, de egy mondatban összefoglalva a Wagner csoportnak a célja annyi volt, hogy külföldön az orosz állam érdekeit képviselje úgy, hogy ezért nem lehet felelősségre vonni az orosz államot élén Vladimir Putyinnal. Ez volt a célja a Wagner csoportnak, hogy egy ilyen bújtatott finanszírozáson keresztül mégis úgy működhessen, mint az orosz hadsereg, de ennek a ködös eredet sztorinak megfelelően sokkal durvább akciókat tudnak végrehajtani, mivel nincs, aki számon kérje őket, és az ő veszteségeiket nem is kell az orosz államnak kimutatnia, mint orosz veszteségek. Így van egy felelősség elhazudás, egy felelősség elrejtés, és van egy statisztikai mismásolás is, egy statisztikai hamisítás az egész mögött. És ez a Wagner csoport ugye először 2014-ben a Donbass régióban fejtette ki áldásos tevékenységét, majd Szíriában, majd Líbiában, aztán Mali, Szudán, Közép-Afrikai Köztársaság, Madagaszkár, Mozambik, Venezuela, stb. És ugye a szíriai polgárháború eszkalációjában nagy szerepe volt, emellett az Assad rezsimnek a megvédésében is, illetve a hatalmon tartásában, továbbá a szíriai ásványkincseknek a kitermelésében is. És Ahogyan sikerült ott Szíriában szétbaszni mindent, destabilizálni az egész régiót, úgy indultak el ugye a migránsok Európa felé, így tehát Orbán Viktor jogosan kérhetné számon, a nagy testvértől, Vladimir Putyintól, hogy ez hogy a faszba is történt Vladimir Vladimirovics. Lehet, hogy nem is Soros Györgynek, a bábmesternek a tevékenysége minden létező rossz, negatív világpolitikai történés a háttérben. Lehet, hogy itt általunk ismert politikai aktornak az általunk nem ismert politikai tevékenységei által formálódnak a világpolitikai események? Hát, hát, ezen érdemes lenne elgondolkodni, főleg úgy, hogy ezeket Vladimir Putyin saját maga vallotta be június 27-én egy Kreml beli sajtótájékoztatón. A nagy helyet jött a kicsi, aki be is jelentette, hogy sokkal aktívabban fog politizálni, mint az elődje. És en itt a jel Putyin váltásra gondol, Orbán Viktor? Nyilván nem, itt Sorosról van szó. A nagy Soros Gyuri bácsiról és a kicsi Soros Sanyi gyerekről. Ennek itt a lenyomata. Te azért nem tehát nem gyerekség, amiről beszélünk. Olyan szabályokat fogadtak el, ami szerint Magyarországnak évente legalább tízezer, de a bizottság döntése szerint, ahogy kedve tartja, ennek többszörösét is be kell fogadni, tehát több mint tíz... De nem befogadnia kell, itt óriási csúszta Orbán Viktor, hanem a migrációs eljárást itt kell lefolytatni. Azért az nem ugyanaz, hogy több tízezer migránst kell befogadni, és itt elszállásolni, és itt a megélhetését biztosítani, és beilleszteni a társadalomba. Nem erről van szó, csupán egy migrációs eljárást kell lefolytatni bürokratikus keretek között. Erről van szó az én tudtommal ebben a határozatban, de persze ezt megint lehet úgy interpretálni, hogy gyakorlatilag azt akarják, hogy tönkre menjen az egész magyarság, minden, ami európai, és jó volt egykoron, és amiért harcoltak az őseink, azt most a betelepülő, koszos talpú migránsok el akarják pusztítani, és ehhez még asszisztál is Brüsszel. Persze ezt elő lehet így is adni, nyilvánvalóan nagyon nagy sikereket lehet ezzel politikailag elérni, csak azt kell belátni, hogy ez megint egy hazugság. Ezer, migránsról, vagy migránsok tíz ezreiről beszélünk. Százmillióiról mit szerénykedik itt? Hogy uh, migráns uh, gettókat építsünk Magyarországon, tehát megmondták, hogy Magyarországon gettó. Uh, több... Ezt így megmondta Brüsszel, hogy Magyarországon több migráns gettót kell építeni, főleg az Alföldre, mert azt látták, hogy ott sok hely van. Orbán Viktor nem először játsza ki ezt a holokauszt náci kártyát, és hogy ennek a retorikájával beszél a migránsokról, illetve a németekről. Pár hete már itt ebben a kedvenc Kádár Díjas interjú műsoromban Orbán Viktor előadta azt, hogy a németek gyakorlatilag marha akarják terelni a migránsokat. Most meg előadja, hogy itt Magyarországon ők gettókat akarnak építetni hát mi lesz ennek a vége? Talán majd el is kell őket gázosítanunk nekünk magyaroknak? Hát hogy képzeli ez Brüsszel? Tíz ezer férőhelyet kell biztosítania migránsok befogadására. Ebből egy gettó Jézuszun. lesz, egy menekültábor, egy migráns Get gettó. Na most én harcolok ezzel ellen, Majd kézzel, lábban foggal körömmel, ahogyan csak lehet. És önnek is, most egyébként a lengyel miniszterelnöknek is van egy javaslata, ami szigorúbb határvédelmet szorgalmaz, ami azt szorgalmazza, hogy az a az unió kívül nézzék meg például a menedékkérelmeit a migránsoknak. És érdekes, hogy volt ez egy nem politikus, hülyeség aki 2010-ben azt mondta, hogy a multikulti megbukott, és az Angela Merkel volt ez a politikus, aki később ugye befogadott mindenkit. Szóval, hogy miért? Amúgy ezt én nem tartom hülyeségnek, hogy az Európai Unión kívül ott, ahol ezek a migránsok egyébként érkeznének, ott legyenek ők adminisztrálva, ott legyenek ők kikérdezve, ott próbáljunk nekik segítséget nyújtani, és majd mi itt az Európai Unión belül szabályozzuk, hogy mennyi migránst akarunk beengedni és integrálni ebbe az Európai Unió közösségbe. Ez teljesen oké. Okay. Azt gondolom, hogy ezzel senki nem is vitázna Orbán Viktorral, ebben igaza van Orbán Viktornak, ezt az Európai Uniónak is be kéne látni, hogy nem az Európai Unió területén belül kell ezeket a vizsgálatokat lefolytatni, ezeket az eljárásokat, ezeket a segélyeket, hanem azon kívül a természetes élőhelyükön ezeknek a migránsoknak bármilyen hülyén is hangzik ez így. Nem fogékony az Európai Unió ön szerint arra, hogy mondjuk szigorúbban védje a határait. Számos oka van ennek, különböző országoknak különböző okai vannak. Igen, azért egy Olaszországot azért meglehetősen nehéz védeni, mivel egész Olaszország egy nagy tengerpart, vagy Görögország. Most Görögországot hogy védi az ember ilyen szempontból? Egy gumicsónakkal bármikor át tudnak utazni ebbe az országba, ha megfelelően bátrak ezek a migránsok. Mi nagyon könnyen pofázunk innen Magyarországról, mivel Magyarországon csak kell egy nagy drótkerítést felhúzni a déli határon, és ennyi. És egyébként ilyen szempontból szerintem hasznos az, amit Orbán Viktor csinál, hogy megépítette ezt a kerítést, ezt a határvédelmet, igenis Magyarország területére illegálisan senki ne jöjjön be. Viszont az már Orbán Viktornak a képmutatása, amikor a Fülöpszigeteki televízióból kell megtudnunk nekünk magyaroknak, hogy a magyar állam 15 ezer Fülöp-szigeteki munkást akar Magyarországra behozni vendégmunkásként. Ez a kettős kommunikáció, ez mindig is nagyon jellemző volt a Fideszre, és ez egy meglehetősen képmutató álláspont. Miért nem lehet azt mondani, hogy igenis Magyarország elutasítja az illegális migrációt, felhúzzuk a drótkerítést, és senkit nem fogunk beengedni, aki erre nem jogosult, viszont ennek az országnak szüksége van 5000, 10 ezer, 50 ezer, akármennyi vendégmunkásra, és ezeket a vendégmunkásokat ebből és ebből az országból várjuk, hogy elhelyezkedhessenek a magyar munkaerőpiacon, mert mi, a Fidesz, az okos, fiatal, energikus és munkakész emberi erőforrásunkat már kiüldöztük nyugatra. Ők már Ausztriában mosogatnak, ők már Németországban mosnak fel, és Londonban felszolgálnak. Ezt miért nem lehet így kommunikálni? Szerintem sokkal korrektebb lenne. Nyilván sokkal kevesebb szavazatot jelentene Orbán Viktornak, és sokkal kevésbé lehetne hevíteni a kultúrharcot, de lehet, hogy egy őszintébb és igazabb Magyarországon élnénk ennek hatására, de azt látom, hogy ezt nagyon kevesen szeretnék ebben az országban. Vannak, akik összekeverik a vendégmunkás szabályozást a migrációval. Én mindig mondom nekik, hogy én láttam a hordákat átvonulni Magyarországon. Hordákat. Hát abból a német. Miről beszél már megint Orbán Viktor? Egyszer már korábban a mongol aranyhordához hasonlította a migránsokat, és ez elképesztően káros, hogy egy pusztító, középkori néphez hasonlítja a menekülteket, akik vagy háború elől menekülnek, ahogyan Vladimir Putyinnak, a jó barátjának a Wagner csoportja szétbassza Szíriát, és kénytelen kell menekülni, vagy a jobb élet reményében felpakolnak, és gazdasági menekültként szerencsét próbálnának Európában. Ezt a mongol aranyhordához, miért nem a tatárjáráshoz hasonlítja Orbán Viktor, vagy egy sáskajáráshoz, vagy jégesőhöz, ami elveri a takarmányt, vannak még itt hasonlatok, vagy savas eső, vagy futótűzhöz, vagy pestishez, a középkori pestishez miért nem hasonlítja a migránsokat. Ugyanannyira lenne igaz, mint a mongol aranyhordához hasonlítani őket. Azért itt Orbán Viktornak a keresztény emberségen még kicsit lehetne dolgoznia, úgy gondolom. Van, ahol ideológiai nyomás van, és azt gondolják, hogy az lesz a jó világ, hogyha nem lesznek határok, és mindenki szabadon mozoghat. Nekik meg azt szoktam mondani, hogy ember fölrobbantják a polgáraitokat. Hát terrorizálják. <laughs> Jézusom. egymás után. A közbiztonság lerom. Jézusom, ez azért egy nagyon durva populista csúsztatás, hogy akik megnyitják a határokat, ott azoknak az állampolgárait fel fogják robbantani, itt nem lehet hülyéskedni, és persze most lehetne azzal az egy-két egyedi izolált esettel példálózni, amikor tényleges robbantások történnek, de ezt ilyen szabályszerűen felhozni érvként, hogy ezért nem lehet a határokat megnyitni, mert akkor a lakosságotokat felrobbantják, hát gondolkozzatok már. Ide, ha egyetlen arab is beteszi a lábát, annak beláthatatlan robbantásos következményei lesznek, beleértve ide a kebabosokat is. Csak akkor nem tudom, hogy Orbán Viktor a Blahán meg a nyugatin lévő kebabosokat miért nem utasítja ki az országból. Hát ők nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek akkor, mert bármikor felrobbanthatják a köztereinket és az állampolgárokat. Hát hogy hagyhatja ezt? Az egész mögött persze mindig a Soros NGO hálózat ne, található. Mindig. Ha valaki egy pillanatra is elfelejtette volna, hogy itt az egész miről is szól, akkor Orbán Viktor itt most átismétli a házi feladatot. Persze itt minden mögött a Soros NGO hálózatrendszer áll, ezt soha ne felejtse el senki. Mely nagy befolyás gyakorol a médiára, és a médián keresztül pedig a politikusokra. Főleg Magyarországon tényleg akkora hatása van itt mindenre, a sorosféle médiabirodalomnak, itt, hogy gyakorlatilag elnyomva van a jobboldali hang. A Fidesz gyakorlatilag nem tudja elmondani sehol azt, amit gondol a világról. Itt két hetente kell Orbán Viktornak összesűríteni a mondandóját ebbe az egyetlen műsorba, amit most konkrétan kénytelen a póknak a fészkéből előadni Brüsszelből. Nagy-nagy veszélyben van a jobboldali hang, a konzervatív erkölcs, a keresztény értékek és Orbán Viktornak az ideológiája. Agyon hallgatják mindenhol, de ezt nem szabad hagyni, küzdeni kell ellene. És amíg mi azt el nem bíráltuk, és nem mondtuk, hogy igen, nem, bű, bű vagy bá, addig nem léphet be Magyarország területére. Ez pofon egyszerű. A Mikor beszélünk már a Wagner lázadásról? Egy egy a kezdek türelmetlen lenni. Nehézségektől szenved az egész európai gazdaság. Tehát Jaj, de unalmas. Ez az év. De a erősebben jövünk ki belőle, mint ahogy belementünk. Mindig, mindig. Az Európai Uniós csúcs találkozó találkozóról, a... Ukrajna támogatásáról, migrációról és gazdasági, kérdésekről. gazdasági kérdésekről. Kérdések Gratulálok. Orbán Viktor miniszterelnök. A Wagner a lázadás valahogy kimaradt, pedig nem tudom, lehet, hogy nem biztos, hogy a legmarginálisabb kérdés most ez világpolitikai szempontból. Ezt nem hiszem el, hogy lehet ennyire szervil is egy újs újságíró, bazzlek, de hogy újságíró, egy ilyen propagandista, hogy még ezt se tudja megkérdezni Nyilván lehetett volna irányított kérdéssel rákérdezni a Wagner lázadásra, de nem, semmi. Babaváró hitel, meg migráns kvóta, Soros György hálózata, meg én nem tudom milyen baromságok, és akkor a végére előadja Orbán Viktor, hogy hát igen, az év végén erősebben fog kijönni ebből az egészből Magyarország, mint ahogy belementünk, hoppuf, izé történt valami Oroszországba, Putin elintézte, úgyis kit érdekel. Na jó, mindegy, nézzük meg ezt a tisztavatást, ezen mi történt, volt egy jó mondata Orbán Viktornak, ez lesz most. Ten, hat! Az igen. Rend, fegyelem, Magyarország. Rendőrállam. Most már lehet mindjárt katonaállam is leszünk, nem csak rendőrállam. Óriási, ott vannak a fejesek. Ott van Putyin, Sojgu, Gerasimov. Korunk nagy háborúja. Remeg a kamera. Magyarország tőszomszédságában zajlik. Korunk és nagy közben háborúja. Hm. Migránsok tíz és száz hm. határainkat. Szükség van erős országra, erős kormányra, erős gazdaságra, pipa, pipa, pipa. erős hadseregre, pipa, és nem utolsó sorban erős rendvédelmi szervekre. Pipa. Ki kell képeznünk, és fel kell vérteznünk magunkat. Hát nem tudom, hogy aki mostanában nézi a partizánt, az mit gondol erről. Ugyanis most a partizánban meginterjúoltak egy ex-kémelhárítót, és nemrégiben egy ex-katonát is. És ők ketten beszámoltak a magyar hírszerzés és a magyar katonaságnak az állapotáról, és hát lesújtó dolgokat meséltek mindketten. Gyakorlatilag az a konklúzió ebből a két interjúból, hogy Magyarország nem alkalmas arra, hogy kémelhárítás szempontjából a magyar hírszerzés a megfelelő módon működjön, az meg egy másik dolog, hogy Oroszországnak milyen befolyása van az országra, ezt ne is firtassuk, ezzel úgy gondolom, hogy mindenki tisztában van, a másik meg, hogy a hadsereg valami elképesztően rossz állapotban van, és ez a tiszt újításos, fiatalitásos program, ez meg katasztrofálisan megy eddig. Eleve nagyon inkompetens a vezetés, nagyon rossz a szakmai megalapozottság, strukturális hibák vannak, nyilván vettünk nagyon jó eszközöket, rohadt jó, és nincsen elég fiatal, nincsen elég katona, nincsen elég tartalékos, és nincsen is az a Katonai szakmai pályamodell, ami miatt ez egy csábító szakma lehetne a fiataloknak, a középkorúakat pedig politikai okok mentén menesztik a hadseregtől ez elképesztően katasztrofálisan hangzik a két partizán interjú alapján, és ha valaki utána olvas, az oknyomozó újságírók sem mondanak mást. Egy korábbi videómban már beszéltem a Direkt 36-nak egy oknyomozó cikkjéről, ami így nagy vonalakban egy tök jó rálátást nyújt nekünk a magyar honvédség állapotára, és hát azt kell mondani, hogy szakmailag ez teljesen lesújtó, ugyanúgy, mint a magyar futball. Mondjuk ha az nb 1 nézzük. Pénz van benne, Benne, de semmiféle hosszútávú stratégia, vagy semmiféle vízió nincsen benne. Itt a mában bele kell tolni sok pénzt, hogy az jól nézzen ki a könyvelésben, és gyakorlatilag ennyi, amit erről gondolnak a vezetőink. Olyan idők jönnek, amikor a gyenge népek elvesznek, az erősek megmaradnak. Jézusom. Ezért minden egyes nap erősíteni kell saját védvonalainkat és rendvédelmi szerveinket. Ez azért egy jóféle fasisztói duma volt. Orbán Viktor ugye nagyon sokszor használja a kapcsolatban, ahogy már az előbb is említettem, ezt a náci holokausz narratívát, ezt ráhúzza a németekre, revolverezi őket ezzel a náci múltjukkal, a migránsokról meg vagy úgy beszél, hogy ők egy alacsonyabb rendű emberi kategória, persze ezt a németek és a brüsszeliták szájába adja, vagy úgy beszél róluk, mint egy ilyen Arany horda, ami le fog mészárolni mindent, ami az útjába kerül. És itt meg előadja ugye, hogy itt erős nemzetre van szükség, erős vezetőkre, erős gazdaságra. Nyilván egyik se valósul meg ebből, maximum az erős vezetés, amit én inkább Agresszívnek mondanék, és elnyomónak, ami persze egyfajta erő, de egy olyan erő, ami mindig törni fog. És előbb-utóbb Orbán Viktornak is ez a nemzeti együttműködés rendszere el fog törni, mert semmiféle rugalmasság nincs belekódolva. Persze ez a törés eltarthat még akár több évtizeden keresztül is, ugyanis semmiféle repedést nem láthatunk eddig a rendszerében. Az erős fennmarad, a gyenge elhull. Borzasztóak ezek a fasiszta dumák. Ezek utoljára a 20-as-30-as években mentek nagyot, akkor viszont nagyot mentek sajnos. Na jó, ezen a tisztavatáson sem hangzott el igazából ezen felül semmi érdemleges, de nézzük meg a Bild interjút, hogy egy független német újságíró miket kérdez Orbán Viktortól. Ez engem nagyon érdekelt. Hát, ha abból megtudunk bármi érdemlegeset. Na nézzük, Orbán Viktor interjúja a Bild című németországi napilapnak. Pár részt kiemeltem ebből, ahol világpolitikai folyamatokra kérdez rá a német újságíró, és Orbán Viktor érdekes válaszokat ad erre. Nem tudom ezt máshogy jellemezni, Orbán Viktor érdekes válaszokat ad rá. Paul Ronzheimer így kezdi. Miniszterelnök úr, köszönjük, hogy fogadott bennünket itt Budapesten. A világon mindenki arról beszél, hogy mi történt szombaton Oroszországban. Igen, mindenki erről beszél, kivéve itt Magyarországon a Fidesz közeli sajtó. Mire gondolt, amikor Prigozsin, a Wagner csoport vezetője arra utasította csapatait, hogy induljanak meg Moszkva irányába? Azt gondoltam, hogy ez az oroszok dolga, és majd hamar megoldják. Tehát nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget ennek az eseménynek. Hát ez egy ilyen piszli csári dolog, orosz belügy. Igazából ezzel foglalkozni az maga a ködös és kétes kremlinológia. Nem tulajdonít túl nagy jelentőséget? Így van. Mit hallott Oroszországból? Önnek jó kapcsolatai vannak ott? Nem. Nekünk hírszerzési szolgálataink vannak. Ők mindennél megbízhatóbbak. Ha, Orbán Viktor itt nagyon fényezi, Rogán Antal golyóit. Tehát mit hallott? Azt mondták, hogy ennek nincs jelentősége. Igen, el tudom képzelni a magyar hírszerzést, ahogy így információt kapott Prigozsinnak a lázadásáról, és így leadták a drótot Orbán Viktornak, hogy Viktor, a sas leszállt. Itt most el akarják foglalni Moszkvát, már 800 kilométert haladtak, de igazából semmi jelentősége, nem kell izgulni. Továbbra is toljuk a migráns kampányt, a Soros Gyuri bácsit, ennek nincs különösebb jelentősége. Orbán Viktor pedig jó vezetőként elfogadta az alá tartozó szaktekintélyeknek a jelentését. Nincs itt semmi látnivaló. Ön szerint mennyire gyengült meg Putyin? tudja az, hogy ez megtörténhetett, a gyengeség egyértelmű jele, de amikor a helyzetet sikerült 24 órán belül rendezni, az az erőjele. Szóval az, hogy megtörtént, az a gyengeség jele, de az, hogy sikerült rendezni nagyon gyorsan, az pedig az erőjele. Most akkor gyenge vagy erős? Egyébként itt végig azt hangoztatja az interjú során Orbán Viktor, hogy Putyinnak az ereje egy pillanatig nem remegett meg, itt továbbra is az az erős medve van jelen, akit mindig is ismerhettünk, a Czárevics boss, aki nagyon-nagyon záros határidőn belül tudta ezt a konfliktust rendezni. Rácz Andrásnak az érvelését hoznám itt fel, hogy igen, ha 2023. június 24-én reggel megnézzük az eseményeket, ha megnézzük azt, hogy szombat reggel ezt a katonai főhadiszállást Rostovot elfoglalta a Wagner csoport, és bejelentette, hogy ő elindul Moszkvába rendet tenni, és leváltani minden felelőst, akkor ahhoz képest tényleg egy fantasztikusan jó egyesség, és egy fantasztikusan jó ügymenet lett végrehajtva, ha azt nem számítjuk, hogy semmiféle ellenállásba nem kerültek a Wagner csoportnak az katonai konvoly. Ha ezt az egyet leszámítjuk, hogy se a rendőrség, se a belbiztonság, se a katonaság, se Kadirovnak a csecsenyei vagy nem értek oda a tett helyszínre, vagy nem csináltak az égvilágon semmit. Ha ezeket leszámítjuk, akkor tényleg tök jól lett ez elintézve, és a lehető legjobb forgatókönyv ment végbe, de ha belegondolunk abba, hogy előző nap péntekhez képest, hogyan folytak le ezek az események, akkor azt lehet látni, hogy borzasztóan lett ez menedzselve, és borzasztó kimenetele is lett az egésznek. Ennek az egésznek nem is szabadott volna megtörténnie. Az, hogy már elindult ez a folyamat, ahhoz képest egy jó menedzselése volt ez a dolgoknak, vagy ha nem is lett jó a menedzselés, de egy jó végkifejlet lett belőle. Ezt el lehet ismerni. De azt mondani, hogy egy 25 ezres magánhadsereg 800 kilométert masírozik az országban, úgyhogy senki meg se kérdezi, hogy ti mi állatban vagytok itt, nem akarnátok megállni? Mi azért erre felkérnénk titeket, srácok, ha már itt vagytok fegyverekkel, és mi vagyunk a rendfenntartók az országban. De ilyen kérdés nem volt, és ennek megfelelően ez egy meglehetősen rossz menedzselése volt a dolgoknak, még ha a következmény, az viszonylag pozitív volt. Vagy hát azt lehet mondani, hogy ha már ez bekövetkezett, akkor ez egy nagyon pozitív végkimenetel volt. Na tovább. Tehát azt gondolja, hogy Putyin még mindig erős? Putyin Oroszország elnöke. Óriási. Ha valaki azt gondolja, hogy megbukhat vagy lecserélhető, az egész egyszerűen nem érti meg az orosz embereket és az orosz közjogi struktúrát. Hát valóban az a közjogi struktúrákat nem érti az orosz jogrenden belül, mivel ilyen nincs, igazából most láthattuk igazán, hogy Oroszországnak nincsen közjogi struktúrája, csak valamiféle patyomkin Oroszország van, ezt hívják jogi struktúrának, emögött pedig egy kőkemény maffia állam van, amelyen megvannak a regionális és területi urak, és az összes főnöknek a főnöke az Vladimir Putyin, aki most egy meglehetősen gyenge kápodi tutti kápinak mutatkozott. Kérem, magyarázza el nekem, miért? Mert láttuk, ahogy a zsoldosok haladtak Moszkva irányába, és senki nem állította meg őket. Már Rostovban voltak, és sehol nem volt sem a hadsereg, sem a hírszerzés. Az egész dolog úgy nézett ki, hogy Putyin ideiglenesen elvesztette az irányítást. Valószínűleg ez volt a helyzet, válaszolja Orbán Viktor. De ön ennek ellenére mégis úgy gondolja, hogy továbbra is erős? Miért? Mert ez Oroszország. Oroszország teljesen másképp működik, mint az európai országok. Az ilyen fajta dolgok megtörténhetnek Oroszországban. De ezt hogy tudja Orbán Viktor röhögés nélkül elmondani? Én se tudom felolvasni röhögés nélkül ez egy természetes ügymenet volt Oroszországban, hát ők ilyenek, ez egy másfajta nemzet, másféle temperamentum, ők így intézik az ügyeket, nem ilyen füstös, zárt, tárgyaló termekbe, hanem oda mennek fegyverekkel, lelőnek egy-két helikoptert, félreállítanak egy-két embert, fenyegetőznek, aztán meg fájtlat borítanak az egész múltra, amnestiát adnak ezeknek a bűnözőknek, ezeknek a pszichopata gyilkosoknak, aztán hadd menjenek a szomszédos Belarusba Ugyan Ja, ez egy ilyen oroszos ügymenet. Hát nincs itt semmi látnivaló. Ez Oroszország. Azt látjuk, hogy most először Putyin gyengének tűnt egy rövid ideig, néhány órán keresztül. Azt mondta, hogy megbünteti Prigozsint, de aztán végül elmehetett Belarusba. Vagy ezt jelentették be? Miként tudná ezt megmagyarázni? Ez Oroszország. Oroszország másként működik, mint mi de az oroszországi struktúrák nagyon szilárdak. A hadseregen, a titkosszolgálaton, a rendőrségen alapulnak. Tehát az egész másként működik. Ez egy katonai orientált, katonai gondolkodású ország. Ezt ne feledje. Ők nem olyanok, mint mi, németek vagy magyarok. Az egy másik világ. A struktúra más, a hatalom más, a stabilitás más. Tehát, ha a mi logikánk alapján akarjuk megérteni azt, hogy ők miként működnek, akkor ezzel mindig csak félre fogjuk magunkat vezetni. <laughs> Orbán Viktor ugyanazokat a paneleket mondja vissza, elrelativizálja az egészet, ezt mi nem is tudjuk megérteni, ennek nincsen európai elmével felfogható logikája, hogy ilyen hadurak, meg államvezetők minek esnek egymásnak, és miután egymásnak estek, és halálosan megfenyegették a másikat, illetve nagyon súlyos következményeket helyeztek kilátásba, estére pedig összeborulnak és kibékülnek, mintha nem történt volna semmi, másnap leveszik az egész országban a Wagner csoportnak a toborzó reklámjait, a plakátokat, majd azután egy nappal visszarakják őket. Továbbra is folyik a toborzás a Wagner csoportba, Oroszország területén. Ezek ilyen európai aggyal fel nem fogható dolgok, ne is próbáljuk mi németek meg magyarok ezt megérteni, ez egy más struktúra, más hatalom. Egyébként nagyon érdekes, hogy az Orbán közeliek azt mondják, hogy Oroszország továbbra is nagyon erős, semmiféle megingás nem volt itt, stb. A nyugati sajtó meg többnyire azt mondja, hogy itt most izé fel fog bomlani az orosz föderáció, Putyint mindjárt leváltják, félreállítják, és nagyon fontos itt felidézni a Bismarcknak a nagy mondását, aki azt mondta, hogy Oroszország soha nem olyan erős, ami ennek tűnik, és Oroszország soha nem olyan gyenge, mint ami ennek tűnik, és azt gondolom, hogy ez nagyon igaz, és erre nagyon érdemes odafigyelni. Ez mindig egy jó iránymutató Oroszországgal kapcsolatban, hogy ami a mítosz van róla, az soha ne higgyük el, az azért soha nem igaz, de amikor Oroszországot temetik és gyengének látják, az sem korrelál a valósággal. A német újságíró így folytatja. Két héttel ezelőtt találkoztam Zelenszky elnökkel, és azt mondta, semmilyen körülmények között nem fogunk leülni tárgyalni Putyinnal, mert vissza kell szereznünk az összes területünket, és ennek nincs alternatívája. Orbán Viktor válasza, ismerem ezt a véleményt. De ez igazából az, amit az amerikaiak szeretnének. Ukrajna már nem szuverén ország. Nincs pénzük, nincs fegyverük. Csak azért tudnak továbbra is harcolni, mert mi támogatjuk őket, a nyugat támogatja őket, ezért akkor lesz béke, amikor az amerikaiak úgy döntenek, hogy ők békét szeretnének. Hát, ezek nagyon veszélyes mondatok, és Orbán Viktor ezeket úgy gondolom, hogy nem gondolja végig, amikor kimondja. Én mindig azt gondoltam Orbán Viktorról, hogy ő egy racionális aktor, és mindig pontosan tudja, hogy mit miért mond, de ez azért nagyon durva mondás, hogy szerinte Ukrajna már nem szuverén ország. És amikor itt két pofával mondja, hogy itt neki a kárpátaljai magyaroknak az érdekei a legfontosabbak, akkor azért ezt nem gondolja végig, amikor ilyeneket mond. Hogyan segíteni a kárpátaljai magyarokon, amikor azt mondja, hogy az ő országuk már nem szuverén ország, mert az amerikai Egyesült Államoknak a kesztyű bábja, és azt csinálják, amit akar. Hát én nem tudom, ha azt csinálnák, amit akarnak, akkor már az elején feladták volna Kijevet, és Zelenszky elmenekült volna a városból, de nem, mert Zelenszky azt mondta, hogy ő nem megy el a városból, ő meg akarja védeni a várost, Kijevet és az országát is. Ezért inkább töltényeket küldjenek meg fegyvereket. Ezzel szemben azért a jó Vladimir Vladimirovics Putyinról feltételezhetjük, hogy a Wagner lázadás során, ugye, ahogyan a talpa alatt forrosodott a talaj, ő azonnal már a helikopteren volt, és irány darány Szentpétervár. Ezt Puzsér Robert emelte ki a legutóbbi apu azért iszik Mertes és szerintem nagyon érdekes megfigyelni, hogy a puhány színésznek, kesztyűbábnak leírt Zelenszky, ugye nagyon tökös módon ott maradt Kievbe, hogy megvédje az országát, és eddig úgy gondolom, hogy nagyon jól halad ezzel, és sikereket érnek el. Ezzel szemben, amikor Vladimir Putyinnak a magánhadserege fellázat ellene, ő azonnal pár órán belül már el is húzott az egész városból. Itt korábban a Bilder újságíró nő Orbán Viktornak a Putyinhoz fűződő kapcsolatáról kérdezte, és Orbán Viktor azt mondta, hogy olyan kapcsolatban van Putyin, hogy bármikor felhívhatja, amikor akarja, de igazából nem akarja, mert nincs mit beszélniük, nincs miről meggyőznie. És akkor itt kérdezi a Bilder újságíró nője, újságíró Újságíró nő vagy férfi? Vagy férfi, mit tudom én, nem akartam ennyit a gender tudatában megsérteni. A lényeg az, hogy ezt kérdezte, hogy Putyint meg tudná győzni csapatainak Ukrajnából való kivonásáról? Nagyon jó kérdés. Szerintem meg kell értenünk, jött Orbán Viktortól a válasz, hogy az oroszok nem azon az alapon élik az életüket, hogy bárki meggyőzze őket bármiről. Ez egy hatalom alapú nép. És csak egy másik nagy hatalom tudja őket meggyőzni bármiről. Ez az Egyesült Államok. Mi, európaiak, ezt már megpróbáltuk. Ezt ne feledje. Amikor a krími konfliktus volt mi, európaiak úgy döntöttünk, hogy békét teremtünk, tartós békét kihagyva ebből az amerikaiakat, valószínűleg helyen és megkötöttük a Minszki Egyezményt, amelyet a németek és a franciák garantáltak. De kiderült, hogy a németek és a franciák még együtt sem elég erősek a béke garantálásához. Ez szomorú. Egyáltalán nem örülök ennek. Ezért van most ez a háború. Az egyetlen megoldás, ha az oroszok és az amerikaiak leülnek tárgyalni és garantálják a békét Európa számára, hát Orbán Viktor itt megfejtette az egészet, pontosan erről van szó. Arról van szó, hogy korábban nem sikerült egy olyan békét kialakítani, ami megfelelő fedezetet nyújt ahhoz, megfelelő erőt csoportosít Ukrajna mögé, ahhoz, hogy utána Oroszországnak ne legyen kedve megtámadni. Az európaiak nagyon gyenge módon álltak be Ukrajna mögé, ezért Oroszország úgy látta, hogy bármit megtehet és újra megtámadhatja Ukrajnát. Pontosan erről van szó. Pontosan ezért kell most nagyon kőkeményen, erősen fellépni Oroszországgal szembe, és visszaverni ezeket a támadásokat, hogy ne érezhesse újfent úgy, hogy a területi agressziót jutalmazza az európai és a transatlanti közösség. Pontosan ez lenne a lényeg, hogy ne lehessen területi agressziót elkövetni egy szomszédos állammal szemben, Azért, mert tudjuk, hogy ennek nem lesz semmi következménye. Itt Orbán Viktor úgy látszik érti a lényeget, csak nem akarja ezt így belátni, és nem akarja a geopolitikai racionalitásokat, és nem akarja Oroszországnak az agresszióját és a birodalmi ambícióit belátni. Azt mondta, hogy Oroszország még mindig erős nagyhatalom. Sokan ezzel nem értenek egyet. Erről már beszéltünk az elején, de hadd kérdezzem meg újra. Miért olyan biztos abban, hogy erősek, és hogy Putyin azt követően is elnök marad, amit az elmúlt másfél évben láttunk? Ön azt mondja, hogy én biztos vagyok. Nem vagyok biztos semmiben, mert bizonytalan világban élünk. De valószínűleg az álláspontom azt illetően, amiről most beszélünk, helyesnek fog bizonyulni a jövőben. Eddig. A történelmi horizontból tekintve a dolgokat, az összes álláspontom később helyesnek bizonyult. A berlini fal leomlásával kapcsolatosan, a migrációval kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy ez így lesz a béke kérdésével kapcsolatosan is, de azt egyértelműen elmondhatom, hogy a politikában a tapasztalat a legértékesebb dolog. Ön német. Önöknek van tapasztalat az oroszokkal? Mi magyarok vagyunk. Nekünk is van tapasztalatunk az oroszokkal. Wow! Tehát van erről némi tudásunk. Azaz, minden előfeltétele megvan annak, hogy megértsük, mennyire erősek az oroszok. Hogyan viselkednek, hogyan harcolnak, hogyan fejlődnek. Önök ezt tudják. Ezért ezt komolyan kell venni. A harcokban tapasztaltak alapján nem olyan erősek, mint gondoltuk. Önök németek elég mélyen behatoltak Oroszországba, ha jól emlékszem. Ezért ne értsék félre a saját történelmüket. Úr Isten, Orbán Viktor itt megint nácizik, ezt nem hiszem el. Ezt folyamatosan tolja. Önök németek elég mélyen behatoltak Oroszországba. Ha jól emlékszem, 1941-ben Barbarossa terv Adolf Hitler. Ugye rémlik valami Bilder újságíró úr? Ha, ha, ha Ez elképesztő, hogy Orbán Viktor állandóan nácizza a németeket. Náluk békésebb nép úgy gondolom, hogy Európában jelenleg nem létezik. Orbán Viktor viszont folyamatosan revolverezzi őket ezzel a náci múltukkal. ez valami elképesztően bicskanyitogató. Azt látom, hogy Orbán Viktor játékelméletileg már annyira bevonódott az orosz közeliségbe, hogy egyszerűen nem tud visszafordulni. Szerintem már ő is tudja, hogy egy barlangban van, és csak a sötétbe menetel, de egyszerűen képtelen konszolidálni, visszafordulni, önreflexiót tartani, és egy B-tervet kidolgozni. Orbán Viktor folyamatosan előre megy, nem hátra, és képtelen beismerni azt, ha valamit elszúrt, elrontott, főleg egy ilyen stratégiailag is fontos keleti nyitás kapcsán. Úgy látszik ez az orosz közeledés, ez beláthatatlan, ez egy olyan hiba, amit soha nem fog tudni elismerni Orbán Viktor, és ennek megfelelően most már tényleg az All-In-re is tol egy all még a 13. havi nyugdíját is ráteszi, aztán Max még azt is elveszíti, tök mindegy neki. Itt egy valamit nem lehet, Beismerni a hibánkat és konszolidálni. Ilyen nincs. Mindig előre megyünk, nem hátra. sorry, seriously. can I give you some fucking fruit juice? Or I cook? love some fucking fruit juice. Das ist der Guten Morgen, Herr Orban, mit Ungarn gesatzen, mit dem Panzerwagen und Kanarienvogels. Ja, Oroszország soha nem olyan erős, ami ennek tűnik, és Oroszország soha nem olyan gyenge, mint ami ennek tűnik. Ez hogy a faszba is történt Vladimir Vladimirovics. A Cárevics bossz.